A fehérmezes H-rend Kozár Michelin csapata a pirosmezben játszó FC Dabas együttesét fogadta az MB3-as labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozó elején az 5. percben egy vendégszöglet után Marsa Levente lövését Ipacs Péter hárította. A 10. percben Horváth Bence lőtte el a labdát a hazai kapu előtt, majd az érkező Kis Ákos éleszögből lőtt a kapu fölé. A 19. percben egy labdaszerzés után Juhász László futott el a bal szélen, beadását azonban Hampuk Ádám elől Dudás Dániel rúgta el. A 25. percben saját tér felén veszített labdát a Kozár Michelin, és egy jó ütemű passz után Vladó Stefán került szembe Ipaccsal, aki nagyot hárított. A 32. percben Hampuk Ádám keresztlabdája eljutott Juhász Lászlóhoz, aki éleszögből lőtt fölé. A 40. percben egy jobboldali beadás után a 16-oson belül gyanúsan kezet ért a labda. 11-est reklamált a házigazda csapat, de a játékvezető nem fújt. Ezután Kozics Barnabás elé került a labda, akinek lövését blokkolták, a kipattanót Szabó Dominik rúgta a kapu fölé. A 45. percben Kis Ákos ívelt a jobb szérről a Michelini kapu elé, ami Vladulnak volt kicsit magas, így már nem tudta kapura fejelni. A fordulást követően az 54. percben egy kényszerítő után Horváth Bence lövését hárított Ipacs Péter. Az 55. percben Horváth gurított vissza egy labdát, Ágoston Donát lövése megpattant egy hazai védőn, így végül szöglet lett a helyzetből. Az 58. percben Szabó Dominik ment el a bal szélen, és veszélyesen lőtte a kapu elé a labdát. A hosszún érkezett Juhász, aki elől Fritz Attila becsúszva tudott menteni. A 60. percben Kozics Barnabás ment el a bal szélen, és passzolt középre Kirtner Krisztiánnak, aki lefordult védőjéről és lőtt. A kapuson túljutott a labda, de Dudás Dániel hárított a gólvonalról. A frissen beállt Babinski Bence a 62. percben lőtt a kapura, de lövését Kersák Roland fogta. A 63. percben a Michelini kapu előtt lerántották Babinskit, a játékvezető azonban tovább engedte a játékot, majd Horváth Bence beadása után Marsa Levente megszerezte a vezetést a vendégeknek. A 67. percben egy kontra végén Horváth Bence elé került a 16-oson belül a labda, de érkezett becsúszva Juhász László és mentett. A 68. percben szabadrúgásból 18 méterről lőtt Turi Tamás a kapu fölé. A 75. percben egy baloldali beadásba csak beleérni tudott Ipacs, így került Ágoston Donát elé a labda, aki kapásból a kapu mellé lőtt. A 79. percben növelte előnyét a Dabas, egy jobboldali beadás után Erdős Gábor fejelt a kapuba 10 méterről, ezzel beállította a 0-2-es végeredményt. A 87. percben Horváth Bence passzolt Bíró Ákosnak, aki 17 méterről a léc fölé lőtt. A 91. percben Marsa lőtt távolról a kapu mellé. A 92. percben még egy lehetőséget kapott a Kozár Michelin, de Hampuk Ádám 15 méteres lövését fogta Kersák. A találkozó tehát 2-0 arányú dabasi győzelmet hozott. Hát szerintem most találkoztunk a legjobb ellenféllel eddig. Nagyon taktikusan futballoztak. Tehát én úgy veszem észre, hogy arról szólt a mérkőzés, hogy az első gólt rúgjanak, nagy-nagy sansz lesz a mérkőzés megnyerésére. Nagyon sajnálom, hogy ezek nem mi voltunk, mert úgy álltunk bele, pont azon a szakaszában voltunk a mérkőzésnek, ahol ott voltak a lehetőségeink, kimaradtak, és az ellenfél meg jól variált a dolgaival. Tehát sajnos sajnálom, hogy hazai pályán ilyen gólokat tudunk kapni, ami nem csak rajtunk múlik. Hát biztos majd a sors máshol ezt visszaadja nekünk is. Tulajdonképpen még nagyon friss az élmény, de én úgy láttam, hogy elejétől kezdve a mi akaratunk érvényesült. Főkészültünk a Kozár Michelinnél, tudtuk, hogy nekik is vannak hiányzóik, nekünk is vannak hiányzóik. Tulajdonképpen azt a csapatot kaptam a Kozár Michelintől, amit vártam. Erre mi próbáltunk reagálni, egész héten készültünk, és egy más szisztémába futballoztunk. Így én úgy értékelem, így most nagyon gyorsan, hogy volt a Kozár Michelinnek is egy, esetleg két nagyobb helyzete, de nekünk nagyon sok nagy helyzetünk volt, és mellette még sikerült két volt vinni, így azt gondolom, hogy nem érdemtelenül vittük el, vagy visszük el a három pontot. Persze
gratulálok a Kozár Mislánynek, van itt sok jó játékos, volt játékosaim is, úgyhogy készültünk, hogy egy kemény játék lesz, de az már egy sportszerű volt szerintem a mérkőzés, és hát boldogok vagyunk, mert ahogy mondtam is, hétközben nyilatkoztam, hogy szeretnénk 3 ponttal hazamenni, és ez sikerült, persze ilyenkor boldogok vagyunk, de már készülünk a szerdai fordulóra.